Sziasztok emberek! Ismételten itt vagyok hosszú kihagyás után, de végre újra visszatért az öreg párkörmester, párkörarcú, párkörös Zsédav a kis Dave-vel. Még a Bartos mutatkozik be újra itt van, azért nem tudom ilyen. Igen, cuppogtatni való Bartos mester. Na, és ez pedig egy barom jó map. Elméletileg, nekem itt tetszett. Amúgy eléggé izé van itt FPS lagom, remélem ez a játékban nem lesz. Mindegy, a lényeg az, hogy már az új lakásban vagyok, és onnan videózom csak nektek. Az első az egy ilyen gyakorló pálya, szóval az nem számít. Wow, de állj be a helyedre, nem mozdulj! Oké, akkor az első az... Mit keresnél az... Nem tudom, lesz egy gyapjú az inventory-be, és egy olyan színre kell menni. Igen, ez olyan, mint a... izé... Várjál, és ez melyik szín? Ja, hogy ez? Ez olyan, mint a... izé, mint a... Igen, ezt mondtam, hogy... Jaj! De nem arra volt szó, hogy izé? Hát egy kicsit lassabban, uram, hogyha kérhetném. Igen, ezzel indítom el. Na, igen. Na? Puty, sárga. Puty, oké, ez mennyi fog? Kár, hogy nincsen az idő kiírva. Igen. Jó, ez eddig megy, Dave, eddig én nagyon jól csinálom. Megint piros. Ez így nagyon jó, ez így menni fog. Az a baj. De nem tudsz ugrani. Nem lehet ugrani, de kis surma. De ez ki is volt írva. Jaj, de rossz, hát és én azt olvastam. Bele nem megyek, félek tőle. Jaj, de nagyon... Dave, te hova mész? Na jó, akkor egyet már nyertem. A feelingje az határoz. Az a baj, hogy nincsen kiírva az idő, és annyira félelmetes. Hát ez csak így érzésre, de amúgy ezek itt egy-egy blokkok, vagy olyan nagynak tűnnek, vagy csak lehet, hogy nagyon rég Minecraftoztam már. Normális vagy? Jó, ezzel a pályán visszavág, jó? Kettő, egy. Na most már szétcsapom az arcodat. Narancssárga. Orang. Na most csak jaj, ez. Na igen, na, persze, elbújtál. Ne! Egy dév ezen a pályán az állás, úgy látom, de ne érdekeljen, mert igazából én vezetek. Igen, nagyon szép, csak igazából nem határoz semmit, hogy most itt milyen színű. Na, Árnyék? Aha, hát nekem itt ilyen full fekete van. Nekem nincs. Mint hogyha lenne fölöttünk. Valami... Kettő kört mindegyik pályán várjál. Tudj! Na nézzük meg, Dave. Eddig én vezetek. Kettő jó. Körrel még nem nyersz, fia. Nem tögetjük egymást, mert én leesek amúgy anélkül is. Csak de akkor nincs semmi izgalom benne. Hát én lefoglak csak ide. El akartam ugrani, hallod? Ne! Itt lehet kenyeret venni, de jó. Mindig is kenyeret akartam venni. Kenyeret vásárolni, ne. Kenyer, jó kis kenyer. Bucit. Egy jó bucit a buciba. Vagy a bucit a hambiba. Utána. Gyere, Dave. Indíjad el, ha mered. Jampi, gyerek. Amúgy tényleg meg tudlak ölni? Hagyj gyere csak ide, hagyj verjek oda neked? Várjál, sárga, ne olyan. Úgy félsz, nem mersz megütni, mi? Közelebb, ez ilyen, mint a... azt hittem, hogy nem érek ide időben. Mint a sakk, tudod, egyre közelebb megyünk egymás. Tididididi. Volt egyszer a suliban egy olyan farsang... Egy olyan farsangi előadás, a matek tanárnőm találta ki. A matek tanárnőm találta ki, hogy legyünk sakkfigurák, és az volt az előadás, hogy mindenki lépjen, ezért... Oh! Ez mekkora vágott. És az volt az előadás... Ne! Ez mi volt? Fogtad magad és elfeküdte. Meghaltam. Most az volt az előadás, hogy mindenki mozogjon, de az nem lehet, hogy mindig csak egy valaki lép, mert akkor valakire nem kerül soha, mert akkor az nagyon hosszú lenne, tudod, hány figura van a sakkban. És azért mindenki egyszerre lépett, ez olyan volt, hogy felfestettünk egy ilyen tök kicsi kis izét, tudod, ilyen sakktáblát. És mindenkinek csináltunk izéket,
figurákat, meg minden, és egyenként megtervezte, hogy ki hogy lép, és mindig szólt a zene, és amikor megállt a zene, akkor léptünk, és ez volt az előadás, hogy egyszerre mindenki lépett, és olyan gáz volt az egész előadás. Pontosan nem kellett átvédni. No! Anyád, Dávid, szemben! És olyan gáz volt az előadás, hogy álltunk ott a saktáblán, azon a kis saktáblán fel volt cúfolva, hogy 40 gyerek. Jaj! Kidobtam ezt a rosszat. Ki volt zsúfolva az a 40 gyerek, tudod? És szólt a zene, megállt a zene, és lépett mindenki egyet, így bum! Ebben milyen? Aztán megint szólt a zene, hogy... Olyan interaktív programot lehetett volna csinálni. És ennyi volt az előadás. És ez volt az előadás, és akkor anyám mondja, hogy ez szép volt, fiam. Ez... Vitted valami az életet. És mondja, hogy Tünde néni kitetszett tenni magát. És annyira gáz volt, hogy 40 gyerek ott volt felsorakozó bakker, és mindenki egyszer elért, az itt a székfoglaló, annyira gáz volt, annyira szégyeltük magunkat, hogy ez volt, és mindenki, tudod, ilyen táncos előadások, mindenkinek saktáblán álltunk egy helyben. Jaj, életem legkívosabb farsangja. Itt van, de ugye ez... Itt nem hallom meg. Aha, de persze. Ugorj vele, nézd meg gyorsan. Nem, mi van, kár volt érte, nem akartam. Hát töltse be, hát Dév, hát nem tudok úgy játszani, ha nem tölti be. Nem, nem pirosan állsz. Ja, múzol. Bakker! És ez most mi? Pont 5-5? Na jó, hogyha ezt így nem tudjuk eldönteni, van még egy pálya amúgy, amivel el tudjuk dönteni. Mutatok neked olyan pályát. Vigyá, visszatérünk! No, és itt is vagyunk a következő játékban, amit igazából nem tudtunk, hogy kell játszani. Color More, és kostyuma van 8x8-as, 7x7-es, 6x6-os, 4x4-es, nézzük meg, szerintem az a legegyszerűbb. Ugye? Na, itt van itt mindenféle szín. Oké. Én két leszek. Oké, és akkor én meg leszek Leszek mondjuk a sárga. Jó. Hoppá. De nálam itt maradtak a színek? Start game. Oh, Dave, te hova lettél? Szevasz. Hát te jó. És akkor, oké, jobb klikkelek és akkor... Lehet váltani, hogy fent vagy lent akarsz lenni. Oh. Csak vedd a kezedbe azokat a nyirakat. Ja. Még innéből flying. Még disable flying. Ja, jó, és akkor most ki kezd? Most én kezdek és akkor leteszem mondjuk ide? Vagy hogy teszem le? Hát ő, igen, letettem. És akkor most ezen mit érek el amúgy? Mi a lényege a játéknak? Hogy is kell rakni? Hát én a szürkére jobb klikkeltem. Jajó, igen. És mikor nyersz? Amikor betelik a kapacitása, azt mondom, hogy ezért nem vagyok. Tudom, de minek? Már, igen, nem szabad hagyni, gondolom, hogy a másiknak kijöjjön a ezért szín. Mi van? Jó, csinálj. De te vagy. Ja, nem én. Ne. Mi az, hogy a színem? Nem tudod ide tenni. Ez az én mezőm. Nem. Ah! Oh! Ah! Oh! Hát jó! Oké, menjünk vissza. Újra. Most már értem akkor. Oké, legyél az, hogy majd akkor leszek a piros. Oké. Szóval akkor értem, így végig pattog ez, vagy nem is tudom mit csinál. De akkor várjál, és akkor nem az nyer, akinek előbb lesz meg az izé? Hát ott, hoppá! Értem én. De, nézd, hopp! Látod? Ó, így kell területet fog a... Értem, ennyi vagy. Értem! Dave, megértettem! Na jó, most szétalázlak. Az a lényeg, ne itt kezdjél mellettem, mert akkor tudod, nekem előbb gyűlik meg a cucc. Előbb gyűlik meg a bajod velem. Érted? Ennyi. Hát ott, hoppá, na érted most már a lényeget, fajtás. Ki mondta, hogy eddig nem értettem tőle? Hát nem értetted, úgy tettél, nagyon nem értetted. Figyeld. De olyan helyet érdemes befoglalni, ami már érted. És innen hova tűnt a cuccos? Eltűnt. Krucik-fricikedet. Mi? Krucik-fricikjét. Hogy gondolkodik, vagy hova tegye? Nem tudom, az nincs itt észszerű. De kiszorítottalak a világból. Letetted? Várjál, hol is voltunk? Ó, ide teszem. Ezzel itt jó nagyot tudok krucik-fricikelni.
Krucik fricik. Hát de krucik fricik, hát nem. De milyen nyelven beszélsz, azt mondom inkább. Hát krucik fricik nyelven. De amúgy jó ez, jó ez. Kile... Hát te már ilyet csináltál? De itt szerintem amúgy nem az nyer, aki előbb kezd, vagy hogy mondjam. Ja, ott a szélén elég kettő. Ennyi igen. Vagy. Fajtás szétrobbantottalak. Szíjjel. Egyre több helyen vagyok, Dév, a közepe az enyém. Nem szabad. Nem szabad, dehogy nem. Nem. Amúgy szerintem a széleit okos dolog lenne elfoglalni. Ha, hát ezt meg hogy csináltad te? Mocskos arcú. Ennyi, látod? Én is tudok azért ilyeneket. Nem kell itt te fölkapodni magadat. Visszaadom, nesze. Ez meg. Oh, az igen! Az igen! Na ez már cool volt, mert tudod, úgy reppent szét. Ja figyelj, ez is egy... Várjál. Hol vagy most? Hol okozol igazán a estemet? Sehol. Várjál. Ebben. Jó gondolt ez meg. Várjál. Ide berakom. Nem így akartam! Az anyádat, Dév! Hát ezt meg hogy csináltad te? Nem tudom. Az áldódat, te hallod? Nagyon jó volt. Hát te hallod? Hát mindjárt pofám leszakad. Hát ilyet. Te úgy szétreppentetted, nem hittem. Azt nézd meg, én is tudok. Hogy visszakerültél oda a győzelembe? Hát meg is lepődtem, hogy mit csinálsz, ember. Végig robbantotta az egészet. Ah! Jó, most ez nem annyira durva. Ugye? Hallod meg? Hát ezt nem hiszem el. Úristen. Hát ezt nem hiszem el. Hát mi ez a játék, te? Hát ezt nem hiszem el. Na jó, akkor most tényleg úgy kezdjük, hogy izé. Hogy nagyba. Jaj, na, kezdjél, pajtásos. Igen, kifogás. De miért repültem el? Na és én is, de ne kövessél, maradjál egyen. De kövesslek, jövök utána, nem tudod megtiltani. Nem tudom megtiltani. Hát nem bizony. Igen? Igen. Igen-e? Igen. Eugén. Eugénó. Eugénó. Na jó van, most már elég a hörgésbe. Hörgés, lörgés. Hörgés, pörgés. Pörgés, hörgés. Ragd le. Tök mindegy, egy jó, csak rakd már le. Miért? Ragd le. Hogy én jöjjön? Innen Dév. Hogy Dávid? Tudom, néha így izé felreppez. Néha gondol egyet, aztán felreppen. Bizonyíjjá pajtás. Hoppá! Hoppá! Na menjél innen el, fele! Ezt nem. Hoppá! Itt még van egy neked. Ej, de ott fülj. Levitál. Ne. Úgy. Mire volt jó ez neked, azt mondtad? De ez miért ugrik onnan át ide? Ez hülye. Nem jó az. De. Nem jó az. Nem, mondtam, hogy nem jó. Hát nem jó, menj innen. Ó, de nézd, hoppá, belerobbantottam a lelkedbe. Igazán csak erőteljesen. Hova, jova mész? Mit mézelsz te itt? Hoppá. Hoppá, hoppá. Innen ki kéne írtani téged, igaz? Igaz-e? Nem. Yeah. Úgy van, szép volt. Hová így robbant el? Nagyon jó, ez tetszik nekem ez a játék. Annyira éreztem. Nehogy azt hitt, hogy ez olyan egyszerűen megúszod ezt a játékot, mert azért ez bonyolultabban működik ez annál. Bonyolultabb ez. Ez itt már az én területem. Nem! Soha! Soha sem! Mondom, hogy nem, visszafoglalom, ami engem illet jogosan. Nesze. Hú, de szétrobbantottam. Hoppá! Hoppá! Na most erre mit lépsz, Pista? A ne! Bakker már! Szentelen fajtáját neki. Na, csak lesz ebből valami. Csak lesz ebből valami, várjál. Anya, de osztódnak a sejtek. Osztódnak a sejtek?
Folytás, osztodnak a sejtek? Nem, szabad hibásom, mert Ákos lesz a pálya. Na várjál. Nem tudom, mire volt ez jó. Nem tudom én se, de... Oh, na ez most egy jó lépés volt! Amúgy az volt a baj, hogy rossz helyre tettél, fiam. Az volt a te nagy problémád. Ó, oh, hát ez pek. Na várjál, na most figyeljé. Ez meg. Tudtam ám, kitaláltam, hogy működik ez. Kitaláltam. Anyád. De idegesítő amúgy, na most figyelj. Jó. Várjál, mindjárt úgy berakok neked oda a közepibe, hogy csak attól kódulsz. Várjál, csak meglásd. Hol vagy? Mit csinálsz? Szétrődtem. Oh, úristen! Jézusom! És még itt is pattog, mi ez? Monty kill! Azt a... Hová lettél, de hol vagy? Ez nehéz játék amúgy, bakkerusz. Ez nagyon nehéz. Úgy van. Támadjatok! Isten, te a vérnyomásom. Anyás. Amúgy ez mi? Hát ez mi? Hát te, hát ide mit? Ide teszek, akkor ugye én is tudok, te. Hát persze. Az ott a sarkában nem ér. Mi az, hogy egy cellád van? Ha, júj, te, hogy nagyon gyorsan, hát ez mi? Hát ne! Ez mit? Hát ez hogy lehet? Hát ez hogy lehet? Nem tudom, Dávid. De ez téved, ez nem ér! Ah, nagyon jó. Hát ezt nem hiszem el, komolyan. Na és nézzük meg még ezt a blind módot. Ja, de várjál már, és én nem látom, hogy te hogyan raktad le a izéket. Ja, mert igen. Oké. Ugye, nem látom, oda hogy visz, hogyan oda raktad visz, le. Oda Dávid, ezt jól megszívta. Hoppá. Na, azt hittem, hogy elkezd megint pattogni. Tudod úgy, mint nem pattog ez. Nem pattog. No pattogó. De neked még miért igen? Mert én megoldom, ki lehet találni, hogy hogyan kell úgy lőni, hogy pattogjon a szépeket, nagyokat. Pattogjon a szépeket, nagyokat. Úgy van. De nehéz amúgy, nehéz, mert csak a saját izé színemet látom. Azt, hogy te hogy kalkulálod, azt nem. És ugye amúgy egészen nehéz. És ez már itt egészen rossz. Úgy. Na. Gyerünk, Dave. Vágd a közepibe, csapjad neki. Csapoljad. Nem látom, hogy hogyan állnak neked a ezé színeid. Rosszul. Nagyon rosszul. Nem baj. Az a jó, ha jó. Oké. Okay. De annyira idegesítő, mert amúgy ez úgy van, hogy na, mindig és csak most még miért hogy nézze, azért, mert úgy kell letenni. Mi az hát úgy kell letenni? Hogy? Hát úgy kell, hogyha a tiéden például van már ott izé, pötty, akkor ugye azt én megkapom, mikor átszínezem. Ugye? Újra színezd újra. A kicsi Dév, ha megfakulna. Okay. Az előbb már jó megfakultam. Az előbb már nem, amúgy mindig csak a jó veszélyes időkig elhúzom, és akkor tudod, amikor igen, már... és akkor mindig beleülsz. Mindig, amikor mindent elvesztettem, akkor majd visszajön. Gonoszság ez, Dév, gonoszság. Mert... Oké. Okay. Oké. Okay. És mindig akkor, jaj, ismerem a fajtáját az ilyen embernek, mint te. Bakkerusz, nem án. Na? Az a baj, mindig megvannak azok a pontok, amikor így lerakod, és akkor így... Végig lövi az egészet gyakorlatilag. Megvannak azok a pontok, megvannak bizony, Dév. Az biztos. Bizisten megvannak. Úgy van, most ide belövök neked. Ezt nem hiszem el. Jó. Esze. Végre! Végre! Az első!
Vagy a második hányadik? Nem tudom, másokat. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, és szeretnétek látni még ilyen menő kis ilyen logikai játékokról videót, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, lesétek meg a leírásos oldalon, davagynak a csatornája, tovább a menő zsidóztatokat is ott tudjátok beszerezni magatoknak. És zsida voltam, közé, hogy itt voltál, sziasztok! Sziasztok! De Dave, ezt most még kellett szétrobbantani! Nyeh!